Sziasztok! Hát egy jó egy hónapja, több is szerintem másfél hónapja nem motoroztam. Még a bukói szorítja a fejemet valami oknál fogva, lehet, hogy híztam. Közben viszont megkeresett engem a GearBest, hogy válasszak az oldalukról kb. Bármit, ami motoros cucc, és mutassam be nektek, hát ha érdekelne titeket is. Az első termék, amit kiválasztottam, az ez a sisakbeszélő volt. Ugye ez nagyon hasonló ahhoz, mint ami nekem van, amit tavasszal vettem. Annyi a különbség, hogy nincs rajta LCD kijelző, hanem csak egy piros és egy kék LED világít rajta, és ez Tecom VB, az enyém pedig Tecom SC, szóval ennyi különbség van a kettő között. Ez valamennyivel olcsóbb is, és mondjuk, hogy már bánom, hogy nem ezt vettem meg. Na de mit kell tudni a GearBestről? A GearBest egy kínai oldal, gearbest.com. Rengeteg olcsó cuccuk van motorhoz. Már egy hopper dolgot kiválasztottam, amit a közeljövőben meg szeretnék rendelni, és ugye nektek bemutatni. Nézzétek meg a linkeket a leírásban, találtok ehhez a sisakbeszélőhöz, amit mindjárt bemutatok. Találtok kuponos oldalt, ilyen nagyon olcsó cuccokat, a motoros kategóriát, kattintsatok rá, kommentekbe is beírom, és a leírásnak a legtetején ott lesznek a linkek. Szóval, Tecom VB, és ugye ez egy dupla sisakbeszélő, tehát kettő van benne, így ha mondjuk haveroddal megveszed, akkor mind a kettőtöknek lesz, és elosztjátok a zárát. Mit látunk a dobozon, mit tud? FM rádió, konkrétan 2-3 gombnyomás, és váltogatod a frekvenciákat egy teljes értékű rádió. Multiplayer connection, hát igen, legyen inkább csak multi connection. Sisakbeszélőt össze lehet kapcsolni, viszont akkor gombnyomogatással kell váltogatni a frekvenciát, szóval inkább kettő sisakbeszélő között tud kommunikálni ez a dolog. Bluetooth Stereo Music, igen, a telefonodat, legyen az Androidos, iOS, Windows, teljesen mindegy, összepárosítod a sisakbeszélővel és lejátszod a zenét, ugye hát értelemszerűen tudsz vele telefonálni, nekem is volt már ilyen, hogy útközben hívtak, megnyomtam a gombot és felvettem, és tökéletesen lehet beszélni meg hallani a másik szemét. Újra tölthető aksi, igen, természetesen aksis, water resistant, hát maradjunk annyiba, hogy cseppálló, ugye, hogyha elkap téged egy eső, akkor nem ez belőle probléma, és 120 km per óráig hallod ugye a másik félt. Itt látjuk a sisakbeszélőt, ugye van benne egy mikrofon, kettő kis hangszóró, amit a bukodba be tudsz ragasztani, vagy ilyen tépőzáras koronggal feltenni, maga a sisakbeszélő, és ebbe beledugod, tehát ennyi az egész, de nyissuk ki. Teljesen ugyanaz, mint az enyém volt valamikor tavasszal, mágneses kis füle van, kapunk hozzá egy használati utasítást, van egy ilyen kínai garancia kártya, de ezt most inkább felejtsük el, itt van benne a fontos cucc. Van két darab sisakbeszélőnk, mindegyiket nagyon szépen benájlonozták. Ezen a sisakbeszélőn kettő gomb található, az egyik a bekapcsoló, a másik pedig ez a multifunkciós gomb, amit ha tekersz erre, akkor hangerőt adsz, erre pedig ugye leveszel. Viszont ez működik számváltásként előre-hátra, hogyha párosítod a telefonoddal és zenét játszol le, működik frekvencia kereséshez. Hát ezért egy full multifunkciós gomb. Itt alul található rajta a csatlakozó, ami nem USB, hanem valami kínai akármi. Hátulján találunk márkajelzés, hol csinált, stb. És két kis fület, ami arra szolgál, hogy felrakjuk a tartókra. Van még kettő, ugye ez a mikrofonos és fülhallgatós történet. Ugye ez kettő kis hangszóró, hát azért annyira nem kicsi, egészen vastag, egy az egyben ugyanaz, mint a sajátom. Ugye itt a csatlakozónk, ami nagyon szépen, erősen csatlakozik bele, nem mozog, nem lötyög. Itt a mikrofonunk, de majd ezt is később. Ugye ebből kapunk kettőt. Másik szintén ugyanolyan, ugye ez a kettő tartó, amivel bukóra rá tudod tenni. Direkt ilyen íveltek, hogy tökéletesen ráfeküdjen a bukónak az oldalára. Megfogod a sisakbeszélőt, ráteszed, hátul is lehet látni, hogy kicsit el kell mozgatni. Jobbra! Főleg, hogyha sikerülne. Grat, gyökér. Elmozgatod jobbra, majd utána le. És így rajta van a bukón. Tökéletes, utána felnyomod, balra el, és lent van. Kapunk 8 darab ilyen tapadókorongos tartót. Ez arra szolgál, hogy a bukod belsejébe, ahova te kiválasztod, hogy hol van a füled, hol van esetleg hely, oda fel szeretnéd rakni a hangszorókat, akkor ezt beleragasztod a bukóba, ezt pedig így ráteszed. Tépőzárosan rajta van, és így ki tudod szedni a bukóból. Van nekünk még ilyen csiptethetős tartónk, ez picit leesett. Ez arra jó, hogy mit tudom én például valakinek gyorsan kölcsön adott csak a sisakbeszélőt, mert elmentek túrázni, és akkor ezt rárakod az ő bukójára, vagy mondjuk esetleg már elfogyott a tartód, szépen alulról becsiptetitek, utána meg le lehet szedni. Ugyanazon az elven működik, rárakod, lehúzod, kész a sisakbeszélő, rajta van. Ehhez kaptunk ugye Inbus kulcsokat, hogy esetleg meghúzzuk, vagy kicsit szétszedjük. Kapunk két darab USB kábelt, amire nagyon vigyázzatok, mert mint említettem, ez
nem tudom, semmilyen szabványnak nem felel meg, nem mikro, nem mini. Ez valami. Egy csatlakozó, amit ők kitaláltak, hogy csak az ő cuccukat tud hozzá használni. Kapunk hozzá még két darab fali töltőt, ami az én sisakbeszélőm ez nem volt, és ezt azért sajnálom, mert 100 amperrel töltenek. Ugye ezekben a cuccokban fogalmam sincs igazából, hogy mekkora aksi van. Talán 500 mAh lehet, vagy 400, és ezek 100 amperrel töltenek, ami ugye nagyon jó az aksi élettartamának. Leírják benne nekünk, hogy grat, hogy megvetted ezt a cuccot, és hogy fogod majd magadat meggyilkolni vele, mit kéne megtalálnod a dobozban, hogy rak fel a sisakodra. A sisak felrakás az tényleg annyi volt nekem, hogy megfogtam a bukómat, szépen egy alkoholos törlőkendővel letöröltem, felraktam a tartóját, rápattintottam ki. A bokon belsejét nem szeretném megmutatni, mert kapnék egy-két érdekes kommentet ezzel kapcsolatban. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy úgy tegye be, ahogy neki a legjobb. Nyugodtan lehet használni ezeket a kis tartókat, hogy te szeretnéd. Mert ez már rátok bízom, hogy a bal fülhallgatóból fog kijönni nekünk a mikrofon, és jobbra elvezetjük a másik kis hangszórót, és bal oldalon a sisak oldalára pedig felrakjuk a sisakbeszélőt. Így van benne a bukódba, ezt tényleg teljesen rátok bízom, hogy hogy rakjátok bele. Beledugom a hangszórókat és a mikrofont. Hát ha a bukomba lévő mikrofon felveszi azt a hangot, amit ilyenkor ki szokott adni. Ugye nézzük a funkcióit. Ha be szeretnétek kapcsolni, nagyon egyszerű. 3 másodpercig nyomva kell tartani a bekapcsoló gombot. Láttok egy kék fényt. Ugye sipolt egyet mind a két hangszóró, és ilyenkor be van kapcsolva. Ki szeretnétek kapcsolni? Egyszerűen megnyomjátok 5 másodpercig. Ismét zenél egyet, és kikapcsol. Mikor van 2 sisakbeszélőtök, most ők már párosítva vannak, de megmutatom, hogy hogy kell párosítani. Mind a 2-t bekapcsoljátok, viszont tovább hagyjátok a bekapcsoló gombot nyomva, ami azt jelenti, hogy 8 másodpercig. Ezt egyébként a másik oldalon írják le. Amikor ezeket a rendőrfényeket látjátok, ugye piros-kék villog, akkor szeretnének párosodni. Az egyiken megnyomjátok a gombot, és összepárosodtak. És ha már párosodva vannak, mind a 2 kikapcsolt állapotban van, 3 másodpercig nyomjátok a gombot, ugye bekapcsoljátok mind a 2 sisakbeszélőt, és egyszerűen az egyiken megnyomjátok a gombot. Akkor gondol egyet, és meg fogja találni a másik sisakbeszélőt, mivel már párosodban vannak. Ez is megvan. Ahogy említettem, 3 sisakbeszélő is tud egymással kommunikálni, ekkor párosítás után csatornákat kell váltanotok a multifunkciós gombbal. Kapunk még információkat arról, hogy hogyan öljük meg magunkat és társunkat, amikor éppen használjuk. Technikai leírás, hogy kell tölteni. Azt ajánlják egyébként, hogy ha nem is használjuk, ugye főleg télen, akkor havonta egyszer töltsük fel az aksit, mert ugye jót tesz neki. Ha hívna titeket, és ugye a telefonnal párosítottátok Bluetooth-on, akkor fel tudjátok venni, le tudjátok tenni, vissza tudjátok hívni, ki tudjátok nyomni, tudtok hangerőt adni a beszélgetésre, zenét tudtok lejátszani, igazából bármilyen audiót, tehát akár egy YouTube videót is le tudtok vele játszani, ugye a hangját hallani fogjátok. De ami még nagyon fontos, ugye, mivel bármilyen audiót képes lejátszani, így rá tudjátok csatlakoztatni a GPS-etekre, amit én is csináltam nyáron. Amit mond a GPS éppen, azt ti hallani fogjátok a bukóban, hogy ez is egy marha jó dolog. Feltéve ugye, hogyha ezt a GPS támogatja, mert ugye ez az kell, hogy benne is legyen Bluetooth, és tudjon kommunikálni egy ilyen sisakbeszélővel. Jaj! Srácok, ennyi lett volna. Ez a T-Con VB sisakbeszélő a dupla kiadása a Gearbest-től, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg a linkeket a leírásban. Úgy érzem, hogy mindent, amit lehetett, elmondtam róla, és bárkinek ajánlom, sőt, inkább ezt ajánlom, mint ami nekem van a kijelzőst. Egyel kevesebb dolog, amit tönkre tud menni, és parasztvakítás az egész, mert nincs rá szükség. Ugyanezek a gombok vannak rajta. Tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel, írjatok kommentbe akármit, hogy tetszik a cucc, vagy esetleg gondolkoztatok-e már rajta, hogy vesztek egy ilyet. Én bátran ajánlom, mert nagyon jó cucc, és ennyi pénzért kb. Ingyen van. Úgyhogy nézzétek meg a Gearbest linkeket, esetleg rendeljetek tőlük valamit. Én hálás voltam. Ő pedig a T-Con VB sisakbeszélő a Gearbest-től. Sziasztok!
Hollywood fucking hood.